hogy hogy válasszanak pályát saját számukra. 30% hátrányos helyzetű a létszámban. Vannak olyan foglalkozások, ahol... Nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét nyertünk egy uniós projektet, amely már elindult április 1 Részletébe bele fogok bocsátkozni, csak először szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy már van rutinunk az uniós projekt megírása és lebonyolítása terén, hisz 2012-től 14-ig párhuzamosan két uniós projektet bonyolítottunk le. Az egyik hasonlóan alakult, mint a mostani projektünk, tanórán kívüli nevelésről szólt, és ott is öt iskola, és egy óvoda volt a partnerünk. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hisz újabb lehetőséget kaptunk, nem csak mi a Kodály Zoltán Művelődési Ház, hanem a partnereink is. A partnereinket szeretném megemlíteni, vidékről az Iharos Berény általános iskola, az Alakomári óvoda, Nagykanizsáról a Zrínyi Miklós általános iskola, a Piarista iskola, a Szivárvány általános iskola és módszertani intézmény, és a Miklós általános iskola lesznek a partnereink. Nagyon boldogok vagyunk, hisz több száz gyereknek adunk lehetőséget a projekt révén, hogy tovább gondolkodjanak, fejlődjenek, különböző kompetencia alapú tréningek, szakkörök, foglalkozásokra lesz lehetőség, ezen túlmenően nyári táborosztatás, sportnap, Uh, uh, profi, a nemz, nemzeti színház színészei jönnek le az iskolákba, az intézményünkbe előadást tartani, beavató színházi előadásra kerül sor. Az intézmények, az általános iskolák és az óvodák saját intézményükön belül is véghez viszik a szakköri foglalkozásokat, klubfoglalkozásokat, mindenféle különböző programokat, és lesznek olyan lehetőségek, amikor a mi intézményünk falain belül lesznek a kulturális foglalkozások, sok színházi előadások, generációnapját szervezi az intézmény, készülünk a farsangra, akkor a husvét hagyományaira fókuszálunk a gyerekek beavatásával. Ezek a programok a mi intézményünk falain belül fog megvalósulni. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy 23 millió 730 .000 forintot költhetünk a gyerekekre, az ifjúságra. 5 éves kortól 14 éves korosztály Máig vonjuk be a gyerekeket ezekbe a programokba. Nagyon-nagyon fontos, és egy picit eltér a 2012-es projektől, hogy itt Hátrányos helyzetű gyerekeket be kell, hogy vonjunk, és nagy örömmel vonjuk be őket. Az összlétszám 30%-ának megfelelően tudunk lehetőséget adni a hátrányos helyzetű gyerekek számára is. Azért is fontos, mert itt az egészséges, lelkivilágú és normál körülmények közt nevelkedő gyerekek mellett a hátrányos gyerekek is együtt fognak kommunikálni, együtt készülnek a programokra, és együtt készülnek az életre. Nagyon-nagyon nagy szerepe van ennek a projektnek abban is, hogy a gyerekeknek megnöveljük az önbizalmukat, kihozzuk a kreativitásukat, felkészítjük a nagybetűs életre, úgymond, konfliktuskezelő képességüket fogjuk egy picit erősíteni, a kapcsolatépítésüket, a kommunikációjukat. Ez mind nagyon fontos, hogy most kapják meg ezeket az alapokat. Erről fog szólni röviden, tömören ez a projekt. Amire nagyon büszke vagyok, hogy az iskolák részéről is olyan pedagógusok és intézményvezetők vesznek részt, akiknek nagy szakmai tudásuk van, és projektismeret, projektismerettel is rendelkeznek, tehát már több uniós projektet véghez vittek. Ez úgy gondolom, hogy garancia arra, hogy sikeres projektet valósítsunk meg mindannyian közösen. Az elmúlt két projektnél én szakmai, pontosabban projektmenedzserként vettem részt, most pedig nekem is egy újabb kihívási szakmai vezetője leszek ennek a projektnek, amely 18 hónapig fog tartani, április 1-én indult, és szeptember végével fejeződik be. Nagy izgalommal várjuk, amúgy a foglalkozások már elindultak az intézmények falain belül pedagógusok koordinálásával, úgyhogy folyamatosan mennek a programok. Nagyon jó a csapat, nagyon aranyosak a gyerekek, nagy az érdeklődés, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már már csak a munka vár ránk és hát a lehetőségek.